Te mit láttál majd közben? Látod ezt itt? Pont a szabályra beszélek. Hiszen most jöttünk ki a Balatonról, most meg ő akar visszamenni. Elég ízelgő, nem igaz? Szerintem az. Úgy, ahogy mondjátok. Tak, már te is. Vigyolata fogva, igen. Vissza kell mennetek Balatonra. És lemérhetőleg kocsival, mivel hogy én szerzek nektek egy autót. Már megbocsáztak magától, de egyáltalán vezetett maga autót. 1995-ben vezettem egy autót, és nem is egy Dacia autót, hanem még jobb autót vezettem. Ez megkerült. Átélhetünk a korszakunkra, és legvégül átélhetjük az életünket. Amit te most fogsz túlélni, az egyenes út Magród felé. Igaz, csak is Magróra tudunk menni. Ugyan máták, ez nem konzerv. Hidd el nekem, Molly egyáltalán nem fog megtanulni, ha legalább itt maradunk, mert mi már belefáradtunk a felfelelőstibe. Hát nem értitek, a felfelelősz a kulcs. Valakinek a kulcsa áll a mögött, és pedig az ott. Talán itt az ideje beszélgetned vele. Na jó, beszélgetek vele. Az én drága lányom. Good morning. My name's Marin. Maga meg mit akar? Magától semmit. Me, Marin, a you stupid apples. Na, mit mondtam? Tudom, mit jelent a stupid apples. Az jelenti, hogy hülye almák. Jó ég. Most meg hova viszel? Na jó, nyisd ki a fület, Hugi. Ez az én pályám, úgyhogy arra kérnélek, hogy ne zaklasz, Lacey. Előtt kell vetnem, hogy legyőzzem az egyik ellenségemet, Dr. Rombolót. Dr. Rombolót. Tehát mikor pusztított ő? Nem szokka ez olyat, amikor ti idehoztatok Sarútra. Úgy emlékeztek? Tegyük rá egy múltra. Inkább arra gondoltam, hogy milyenne, hogyha esetleg beszélgethetnénk. Mert amúgy is tudod, ma egy koncertet fogunk előadni, de mit szólsz? Nézd, nekem semmi kedvem a koncerthez. Legalább próbálkozz úgy, mintha te itt nem lennétek. És arra kérnélek, hogy nehogy szégyentlem, jó? Oké. És ne küldjek egy autogramot? Mondtam, nem. A fenébe is, ez már lelépett. Már azt hiszi, hogy ha kigyúgyul belőle, akkor biztos vagyok benne, hogy megbánt vele. Amíg Galaxisnak valami szörnyű dolog történik, ahogy a szellemek is azt szokták. Elnézze szápat alszul. Csak ebben a szendékén. Igaz, hogy valami történik ottan? Eltaláltad. Látod ezt itt? A nap azt jelenti, hogy valójában egy új kiválasztott született. Amit ugye én? Igen, persze. Mit gondolsz, hogy én kiválasztott téged újjának? Azt hiszem, hogy előre. Hiába kezded, mert nem tudom, hol lehet. Most meg vagy. Fáj, beszéljük meg a dolgot. Adjuk a mesztere a dolgot. Még mit nem. Az univerzum engem választott, és nem őt. Egek, tisztállal, neked el kell menned a pszichológushoz. Lehet a rossz ajánlásom. Ha nem lennéd volna is, egy új kiválasztott fog jelni, és lemélhetőleg te lesz az. Ezt te honnét tudod? Honnét, hogy az univerzum téged választott, mint maga a kiválasztott. Na, hogy is meg legyen. Éjjel szoka az önfelséget kiálljunk. Akkor ez azt jelenti, hogy én vagyok a kiválasztott. Megáll az eszem. Egy kis dolog volt. De ez
Hihetetlen. Honnét tudtad azt, hogy én leszek a kiválasztott? Úgyhogy a drága hősi egy dolga, az ősi a dolog. Én például így bennünk, fegyülsz. Üdvözletek, jaj! Üdvözletek, szétek, a kívülít a leghihetetlenem, a legállam. Bocsi, véletlenül túl hangos volt. Jaj, kérlek, tudod, hogy ennyi frászba hozol. De azért egy nap olyan leszek, mint te, a legbölcsebb. Tudtam, benned bízhatok. Na, ha megbocsátasz, most hívok a tesszük. Csillió! Megyek Szent Andrásra, bátor, ez lesz az otthonom. Vagy hogy itt a fám, ha bármi kell, akkor szakszolj. Remélem, senki se vette viszont. Oké. Jó, hogy az embert nem vettek észre. Bármit, hogy én nem vettek észre. Szóval nekem azt szívelték a madarak, hogy te lettél a kiválasztott. Ez nagyon ízelgő. Mit csinálsz? Ilyen jót még nem hallottam, hogy te lettél az új anyukánk. Ez hihetetlen. Miről beszélsz? Ez... Várj, tényleg ezt mondogattad? Kata, hogy mindenki beválasztottam. Jó, hogy te lettél az is az én közönségjel. Várjunk. Lassítsuk el nézet. Visz az a jó, hogy az univerzum téged választott. Hát, nagy örömet jelenti, például bennem. Azért jó az, hogy... Na várjunk egy picsukát, itt egy hatályos félreértésről van szó. Érted? Félreértés. Nem vagyok a ti anyukátok, én a nővéretek vagyok. Jó. De ha megbocsátasz, én most kimegyek az utcára oda a mezőre. Majd mindjárt jövök. Szeretek vissza. Addig is. Rosszan ne halljak. Átok rád, univerzum! Oké, ez... Totalizál zavarra jöttem. Mikor én lenni az anyukájuk? Elkezd szapszok, borzkodnak. De valójában mi lenne probléma? Egy pillanat. Hát persze! Akkor én lettem a baby csőcsük. Ez igazából csak egy dolog. Megnézem, hogy miért. Ezt meg tudnám tartani valahogy. Azt tudjuk. Igen. Na, jó az. Hajja, hogy csiba van a csúsz. Mondd, parcolsz valamit. Bocsánat, te ismerlek téged? Ne jelzd olyan itt. Láttak tényleg a jövőben, amit akartam. Lehet, hogy az X-el pályázol. Hát, igazából... Idézgetés! Ez a te hibád, hogy kihűl miattad a vacsorám? Pont ahogy attól féltem. A betegsége nem más, mint... Csivavaitis, vagyis, hogy... Pistaitis, úgy látszik. A kutyúj, azt csak szépen, ami van. Bocsi, de nekem csak ennyim van. Várj csak egy picukát. Ne is mit vettél az összikéteknek? Na, gyerünk, mi lesz? Csak ennyim van. Ez készpénz. Ez is megfelelő. Hogy kell ezekkel bánni? Még jó az a szenzajt. Ez pillanat. Hogyhogy neked nem volt családod? Hogyhogy? Úgyhogy Timpi épp eszége, ő a feleségem. A feleséget. Rögtön tudtam. Hiszem, elő kell vennem a szekrémet. Nézzük csak. Nincsen neki aprója, aztán pedig így meg úgy. Attól tartok, hogy ez... Az krimi verzióba állok szembe.
krimi verzió, és ez ennél szúlyosabb. Szúlyosabb hát. Attól tartok, hogy az egyetlen gyógyítás kulcsa nem más, mint a Coca-Cola Zero. Azzal kell táplálkoznia. Tessék, ez vidd ajándékként. Ha még beteszed a lábad, akkor súlyos következményekkel járhat. Köszönöm, kisasszony. Nem fogom visszakanyerni. Még egyszer beleted a lábad? Jó, hogy megszabadultam attól a kutyújtól. Ezt már nevezem. Ha nincs itt az a menin, akkor végre befejezhetem a melót. És legfőképpen a fele-fele hőszők tagját ellopom. És aztán egy jó agyon püffölöm neki, mint a szent. És akkor jaj neki. Bizony, bizony. Molly. Már érzem a szellők illatát. De hogy fogod ezt kibírni lókázásig? Hát, mint például egy vámpír, úgy. Molly. Mit csinálsz te? Miért csinálsz úgy, mint a vámpír? Éppen gyakorolgatunk. Nem ez itt a lényeg. Most értesítették az egész tagságot, hogy végül nagy barátvászba keveredtél, amit én egyáltalán nem ülök. Gyere utána, van egy kis elszámolnivalom. Na, ezt tökre elszívtad. Tanék visszamentek a Balatonhoz, és csak is te fogod megszerzni. Álljunk csak meg egy pillanatot. Hétfőn mentem a Balatonhoz, hogy megint visszamenjek. Tudhatnád, hogy Daniéknak semmi bajuk sincs. Lehet. De valaki, aki abszolút utálja. És az Dr. Romboró. Attól tartok, hogy el kell utaznod a helyszínre. Dr. Romboróért. Dr. Romboró? Előtte Szedikolt, most meg Dr. Romboró. Mi jöhette még talán Dr. Romboróvel szak van? Én nem értem ezt, bácsikám. De emiatt sajnálkoznék rajta, de miért pont te fogod elintézni? Mert én keveredtem ilyen bajba. Magamra kell vállalnom a következményeket. Úgyhogy arra kérnélek, Molly, hogy teljesíts a kérésemet. Azzal, hogy el kell utaznod a helyszínre. Megteszed, értem? Azt merészel feltételezni, hogy megteszi, érted? Hát, igazán, megteszek mindent. Tudom, hogy te vagy az én kisirányom. Én is szeretlek. Megígérem, hogy nem hozok szényent. De majd én is felmegyek. Jó. Most pedig lezuhajtok. Megfogadtam a nem szíjok. Ilyen jót még életemben nem hallottam. Úgy látszik, te leszel az, akinek védelmez. Hát, igaz a legkevesebb. Nem szégyellitek magatokat! Dr. Romboló a legeslegjobb barátom. Ne tudjátok el valójában, mit művel. Mert én tudom azt, hogy mit csinálgat. Haver, visszafognád magad? Nem! Ti fogjátok vissza magatokat! Azt hiszitek, hogy csak nektek áldani és fiák? Tudhatnátok, hogy az én feladatom már. Egy melltartóval akarsz leküzdeni. Na, hogy ez melltartó. Jó ég, néni lettem.
Miket művelek? Olyan vagyok benne, mint egy vén asszony, aki pontos abban a pankrációban nyelt. Jó, rendben, azok egy feltétellel. Ha te nem hozol szégyent rám, különben vissza kell nyelnem az örökségemet. Elvisztek magammal, Pézai. Na, szállj le rólam! Te vagy a legjobb barátnőm, a legnagyobb barátod, tudom. Hát nem szabálni való, tégeszed. Ó, Istenkém! Ó, itt. Tökély. Te mit láttál, Molly, közben? Látod ezt itt? Pontosabban erről beszélek. Hiszen most jöttünk ki a Balatonról, most meg ő akar visszamenni. Eléggé hízelgő, nem igaz? Szerintem az. Úgy, ahogy mondjátok. Tak, már te is. Bigyonyától fogva, igen. Vissza kell mennetek Balaton levelére. És lemélhetőleg kocsival, mivel hogy én szerzek nektek egy autót. Már megbocsáztak, barátom. Te egyáltalán vezetett maga autót. 1995-ben vezettem egy autót, és nem is egy Dacia autót, hanem még jobb autót vezettem. Ez bekerült. Átélhetünk a korszakunkra, és legvégül átélhetjük az életünket. Amit te most fogsz túlélni, az egyenes út Maglód felé. Igaz, csak is Maglódra tudunk menni. Ugyan máták. Ez nem konzerv. Hidd el nekem, Molly egyáltalán nem fog megtanulni, ha legalább itt maradunk, mert mi már belefáradtunk a felfelelőstibe. Hát nem értitek, a felfelelősz a kulcs. Valakinek a kulcsa áll a mögött. És pedig az ott. Talán itt az ideje beszélgetned vele. Na jó, beszélgetek vele. Az én drága lányom. Good morgen. My name's Marin. Maga meg mit akar? Magától semmit. Me, Marin, a you stupid apples. Na, mit mondtam? Tudom, mit jelent a stupid apples? Az jelenti, hogy hülye almák. Jó ég. Most meg hova viszel? Na jó, nyisd ki a fület, Hugi. Ez az én pályám, úgyhogy arra kérnélek, hogy ne zaklasz, Lacey. Előtt kell vetnem, hogy legyőzzem az egyik ellenségemet, Dr. Rombolót. Dr. Rombolót? Tehát mikor pusztított ő? Nem szokka ez olyat, amikor ti idehoztatok Saúdra. Úgy emlékeztek. Tegyük rá egy múltra. Inkább arra gondoltam, hogy milyenne, hogyha esetleg beszélgethetnénk. Mert amúgy is tudod, ma egy koncertet fogunk előadni, de mit szólsz? Nézd, nekem semmi kedvem a koncerthez. Legalább próbálkozz úgy, mintha te itt nem lennétek. És arra kérnélek, ne vagy szégyentlen, jó? Oké. És ne küldjek egy autogramot? Mondtam, nem. A fenébe is, ez már lelépett. Már azt hiszi, hogy ha kigyújul belőle, akkor biztos vagyok benne, hogy megbánt vele. Azt elfelejtettem. Nos, akkor indulok. Például veled is megyünk. Nem akarom, hogy mellém meg Linda angolni kezdelek, érted? Most tiek nyakamra akarsz szólni azt a két kézen gúzt? Ha nem tudnád, ő a szegítőkedek, és én nem akarom, hogy bármi bajod essen. Világos? Jó, rendben, velem jöhetnek. Remek, akkor várlak téged. Menj, ide tudnél jönni egy percre?
Milyen az? Követned kell Roxit, vagy hogy Mollit. Nem szeretném, ha bármi bajon esse. Mert nem akarom, hogy Dr. Lomboló kezébe kerüljön. Nyugi. Majd mi ketten szépen elmegyünk. Majd te lopsz valami autót. Biztos. Hidd el nekem. Tudok egy sokkal jobbat, hogy hogy tudnál kölcsönt kérni. És hogy? Figyeljen. Elmondom néha, hogy jó, hogy van róla, hogy jó, szegény Molly, amióta szomorú lett, nem így viselkedett tulajdonképpen. De most már rájöttem valójában, hogy csináljuk. Van egy jobb ötlet, amúgy kell csinálni. Mi a... Na ne, most komolyan. Hát, jó, ha gondoltam, megnéztem itten ott, ami itt a pálya. Megmondtam nektek, a szoma adjatok itthon. Miért ne fogjátok már fel? Nézd, sajnáljuk, de attól tartok, hogy viszont nagyobb belettél pajzva, miközben éppen itt vagy. Miket beszélsz? Hát olyanról, aki nincs helyén a szíve. De én mondom neked, eléggé nem vagyok ennyi a kis pályát, de az komolyan. Csak azt szeretem kérdezni tőled, miután támész. Neked elmentek otthonról? Miért akarsz egyáltalán elmenni? Kérdezd meg a drága mellmét. Jaj, nem is tudom, nem is kérdezted. Szöbbi több, nem is mondtad. Ha legalább mellém állhattál volna, akkor... Jó, rendben, tudod mit? Lenne itt egy ajánlatom. Velem jöhettek, ha megígéritek azt, hogy megtanulnak titeket mindenre. Ez jelenti, ha megtanítasz minket? Persze. Ez a valóravát állom. Te vagy a legnagyobb állati barát egész Magyarországon. Ja, kösz. De te csomagolok egy pálat. Jó ég, még a végén még szépen visz. Hiába, a pajtásunk teljesen betör. Szóval, így állunk. Te itt akartad hagyni a drága barátnődet azzal, hogy végül faképni hagyod a fele-fele ősök tagságát. Te mit kelsz itt? Hogy mit kelsek itt? Tudod, hogy aggódunk, érted? A drága látunk, ez pénzvájsz éppen elséget is akar tőlem. Ezt te honnét tudod? Ez nekem viszont a fényszugár olyan. Se telefon, se álfolyam. Ez a napom a legszebb, úgyhogy új életet kezdtek. Mi van Daniékkal? Azt se tudok, kik ők azok. Én ki van, kiszöregem. Hát Merin, és itt állok síkidegen. Meg is verlek, és ha kevés a riposztot, és ha te szokatot grálsz, akkor a pofonodat behoztam. Most hazajössz fel, mert úgy akarom. Segíts! Te jó ég, tolsz ki szimbola! Fogd a ketelet! Vigyázz! Lecsimegyünk, ha... Ha szépen kirúszak! Kihó! De hogy? Honnél tudtad az, hogy itt vagyok?
Nyugi, megtalálta a gaddira, hogy véletlenül csak, hogy véletlenül elpocsata abba a vízbe. De én azt hittem, hogy azt mondtad, hogy egy elefánt szótefejt. Mindig mindent megbocsát. Na, menjünk haza. Na, Smiley, készelsz a második műszakra? Frissen, fitten. Épp ezért készen állok. Látod ezt itt? Azt a vizet? Nem, nem ezt mondom. Szeretnék neked mutatni valamit, ami pont érdekelt. Jó, akkor szívesen válok. Bármit is mondasz, én ebben nem segítek ebben. Bármit is mondasz, én nem hagyom annyiba, hogy ő bontot csinál magából. Tehát mi ezt fogjuk? Eszel a fejet. Majd, ha valami bajban van, akkor én kimentem. Megyek érted múlni! Pájszán csak egy... Egy gyakorlat hihetetlen. Miért fordogálsz el? Mert annyi a levegünk. Ne felejtsd, te vagy az egyetlen láncszem. Csak szeretnéd tudni, miért lebegek a vízben? Mert ha mindig halszolsz, nem adja fel. Értem, ha halszol, mindig nem adja fel. Elegem van vele. Ahú! Mol... Mellé, te mit csinálsz ott? Megmentelek, juhú! Baj, mellé, ne! Olyan mondom, mindig kiáltalálítok. Ez a kislány mindig beöti az olyát. Jó, nagyon sajnálom, csak... Hú, milyen langyos. Na, most ötlet tényleg kifelé. Jó van, Szimpi. Mindet összepakoltál? Még szép? Itt vannak az összes holmik. Várom, meg részé van az én. Na, akkor gyerünk. Hívok, tessék. Ezt nézd meg rá. Itt tartják meg a szűrőjétek ezt. Akkor erőre. De csendet! De hát mi szemben vagyunk, jól tudom. Ezért bőgtem. Hihetetlenek lehetek a tartok. És még a civalozányt szoktam le. Magad civalozik, hiszen nagyon jó színben van. Lehet, de még nem szoktam le valahogy. Na most. A drága Molly McGee a fele-fele hősökhez tartozott. Kell valamilyen jó ember, aki pontosabban bevállalja az egyetlen lehetőségét. Nyújtsa fel kezét, aki egyáltalán hisz abban a Gandalf nevezetű fiszkóban. Mi szerint, Timpi? Csak gondolt, hogy nyújtogattam a kezem. Bocsánat, úgy értettem. A viágunknak vége lesz, hogyha nem teszünk éppen valamit. Megtenné azt, hogy nem dobol? Bocsánat. Szóval, mit tanulsz, ha ez jelzett? Mintam, kell valamelyik ember, aki bevállalja az egyetlen lehetőségét. Kell valaki, aki pontosabban utána megy Molly McGeehez. Én tudom. Ha-ho, titok fejek, itt vagyok fent. Ő a mi emberünk. Vigyázz! Hűha, jó szabad ez rész volt. Úgy is hívnak magát. Az én nevem Merlin. Merlin Monroe. És van nekem egy hukocs nővérem, épp eszége nagyon cukinak tart. Figyeljen! Megbocsátalj, persze. Főnök, hogy menjek csak vele? Hiszen erre képezett meg engem. Hát, nem is tudom. Hát, ha jöjjön velünk, és Reni Stimpit is visszük, meg azt a cölöket is. Mind az öten elmegyünk. Hát, éppen szége azért mondom, hogy éppen nyalagatni készültem, de ha így áll a dolog, akkor üsse kavics. Szorrakozni! Az egyetlen küldetésetek az, hogy Molly McGeet megállítjátok, hogyha elmenne véletlen a túlnéra. Éppen ezért arra kérem titeket, hogy legyetek nagyon óvatosak Dr. Romboróval.
Dr. Romboló a legveszedelmezebb hang, amit én hittem. Szóval, mit szólnak hozzá? Szuki vagy. Ezt az öregedést nem kétem. Ja, bocsánat. Akarnék az én naponton lenni, de imádtam a hajad. Te jó ég. Valaki vegye ezt a macskát. Tibi, azt hiszem a hajamhoz lagadtál. Bocsi, jó? Bájon, majd mi megoldjuk ezt. Utána menjünk és szépen visszahozzunk, majd megkét mi hozzánk. Ne felejtsd el, drága Merin. Ez a kötelességed. Nézd, a katona mindig ellen ébel. Ha Moly elmegy, akkor nem tudom, mi lesz akkor. Kit akarok átvenni? Hát persze a saját magamat. Te, Molly! Itt el kéne valami segítőkész. Nösz. És könyörögve kérek, hogy ne kövessetek mindig folyton. Le kell végeznem a tesztet. Mert hogy valamikor lesz valamilyen tanfolyam. Most már nem kell. Most már nem kell, Hihetetlen. Mi történt, Merin? Az, amit pont ettől féltem. Épp eszélyre az történt, hogy a drága Molly itt hagy bennünket. Hát, pedig lehetne valami saját élete. Nézd csak le, tök végé a szája. Nem érít. Segítenünk-e valahogy? Fáj, van egy jobb ötletem. Na mondd. Hagyjuk, hogy évezze ki a magánéletét. Ültél. Hogy évezhetne ki a magánéletet? Figyú. Kóla van benne a kopakodon. Elfelejtetted, mit csináltál szegény Daniékkal? Nem hagytad békés végül? Hová tűnt? Mit mondtam? Tudhatnád, hogy Molninak saját élete kell. Na de hát... Nincs de hát... Saját életre van szüksége, és saját életet akar. Meg kell igényed, ne próbálj segíteni, mert neki ez rosszul eszik, ugye tudod? Na és felmész. Mi ne aggódj. De még valamit kérek. De most komolyan, ne próbáljatok segíteni, nem? Most megyek Molly után. Fáj! Igaz, hogy nem vagyok kis süsű a sárkány, de nem engedem, hogy ez a doktor Romboló elvegye a drága kis barátnőnket. Ugye, te sem hagyod annyiban. Ezt igazából nem értem. Hallgass. Volt már neked olyan, amikor épp eszégen megismerkedtél Daniékkal? Igen. Úgyhogy mi is segíteni fogunk. Ha tesszik neked, ha nem. Jó, de mit lépünk? Bérelünk valami buszvezetőt. Várjatok csak! Tudok egy sokkal jobb módszert, ahogy, hogy végül kipróbáljuk. Éppen szégen, repülőre fogunk menni. Repülő? Hát mi a túl? Hát ez valami gép. Éppen szégen, repülőgép, tudjátok? Jaj, ne rinyáljatok már! Volt már nektek olyan, amikor éppen széggel repülni tudtunk. Éppen széggel repültünk azzal az autóval. Emlékeztek? Az autóval, tudod? Az autó. Zeni vagy, Linda? Hát akkor gyerünk az autóhoz, de izibe. Nincs is autónk, vagy igen? Oké, Molly. Készülj fel! Jó. Essünk neki. Volt ettől tartottam. Megyek már, Molly? Na, Molly? Ne, kisztán, ne! A barát, ha veszélyben van! Kolyakomra szóld azt a törpét! Engedj! Nem tudok! Elesztem el ezt a fanát! Hát engedjen! Vagy össze van! Fájjatok! Kaszok! Állj! Állj! Hő, ez fájt neki? Ki tudja?
Jól menj. Húzd ki. Na végre. Zups! Tudta, hogy a szállam, akkor viszem a színba. Mi történt? Majd, hát visszajöttél. Hál' Istennek, jön. Egyáltalán nem vagyok jól. Ha nem enged elveszkedtél, akkor legalább ezt mindentől te jártad volna meg. Bocsánat, de szeretem az alapos munkát. Az volt az alapos munka, hogy engem jó kihúnyolj. Vagyis, hogy Morit elvett az egyetlen egyetemét. Mi? Neki van egyetemje. Ezt próbáltam neked elmagyarni, de te mindent tönkretettél. Szóval Morit, de ezentúl ki kell zárnunk téged. Ez a te hibád, Meri. Jaj, mit? Netán nem a szellemek, hiszen inkább abban nem hiszek, hogy Morit elveszem megőrzőt. Úgy látszik, beszélgettem ők. Lehet, hogy elviszik magukat hozzá. Például Stimpivel mentek, és Ren Hoek kapitánnyal. Mi az itt nagy mókával így érkezik? Mi az, hogy magukat? Maga talán nem jön velük? Nem utazok szörnyes állatok közt. Elég, ne tűnt, hogy szétegessen. Kivitelthetetben nem magunkra szíroztam. Itt a Dunapartban már röviden voltunk. És maga? Majd csak oda jutok valamit. Oké. Miközben egy kipezárom minden nap betel a helyünket. Csomagolni, indulás! Egyáltalán maguk minek mennek ti a kiskuraszházába? Hát a kiskuraszházába. Épp ezért megnézzük majd megkét. Figyelj, tenni kell már, amit pénzt lehet tölni fekült kezében. Tudom, és mennyi pénzt kérte? Ingyen a magán. Mi ez? Ez a drága fuvált. Lúzál. Jöjjön vissza magad, csinálják a fogó. Na és most hová? Hazahozzuk majd megkét, és legfőképpen visszakapom a felepel előszökségét. Szívesen mondod, de én a helyedben nem tudnék én balettozni. Jó vagy, lányom. Kezdheted? Nem rossz, ez kezdődött. Köszönöm, főnök. Alig várom, hogy elkezdem a kiképzést. Kiképzést? Mégis miféle kiképzést? Várj, megbocsánat, de én nem értem azt a... Hát be, ha elkezdi a kiképzést, akkor minket itt hagy. A telen buráját. Hát a Gaspar-ról van szó, de majd nem lesz az utolsó, aki pont az a banyéget, mert én megyek oda. Mutasd meg, amit tudsz. Na de mit csinál, hölgyem? Szék nézi? Na jó, feladom.
ne játsszál ezzel a fával. Mit gondolsz, hogy de miért játszok én ezzel a fával? Mit gondolsz, hogy de miért játszok én ezzel a fával? Azt hiszem, ennyi nem vagyok erős, és meg tudom átszól, hogy egy perszégen olyan erősebb vagyok, mint te. És nem úgy, mint egy kis zizi zakant kis makika. Ugye, érted? Na jó, ideje véget adni ennek a Mr. és Mrs. Moy McGee-nek. Neked van úgy szintet szólt? Nem! Őtőle kell szabadulni. Ha egész végig a tanfolyamnak kell járni, akkor én megeszem az összes hamburgeremet csípőszószal. Csípőszósz. Ez az! Itt azzal a szilkeszárnyal etetsz? Nem! Szilkeszárnyal etetünk, tudod? Van neked szilkeszárnyad? Extra szípősz legyen. Benne vagyok. Kész van. Akkor szépen felemelj ezt a karját. Igen. Aztán meg a másikat. Olyan tudod, olyan gyak. Végül is annyira cukirán látni őket. Majd utána nem tekintenek a küzdőt. Gyere be. Szeretném, ha tudnád, hogy éppen szégen nem hajkuláznék senki közöttébe. De láthatnád, hogy Molly nem áll készen. Hát te annyit tudod. Tudod, gondolta, hogy egy cuki cicát küldtél volna nekem. Na jó, van okoztad. Én bevallom neked, hogy ad a fele-fele hősök tanfolyama vízzel válik be. Tudom, hogy fogom ezt csinálni? Na de hogy? Először is oda megyek a Gandalfhoz, és elmagyarázom mindent. Holnap, viszontagságból holnap, ketem az anyába. Ezt te onnét tudod? Hogy honnét tudom, viszont te kérjeztetted Mollyt, hogy engem megkapasszon. De nálunk nem volt kezben, mert féltem, hogy ez. Na de én ezzel is mindenkóra. Megmondtam neki, hogy nincs többé fele-fele hőszögdal. Most meg hol vagyunk? Próbálátok a Tesla, Mollyhoz. Én mondom, ez tök lebegolyózott. Jaj. Jó van, ez megvan. Jaj, ez szellem. Te tengere kréme. Hó, jaj béni, a színpajt hoztad rám. Figyelj, tudsz itt ott tartani? Mindig éppen valójában én voltam a nagy ősök hőse, a fele hősökhöz mész, ugye? Hát próbál látogatászod a jéghoz. Szóval azt akartam mondani, hogy hát akkor 9-kor várok téged ott az úszodán. Bírtam a szomszédban? Tegnap éjjel felrobbantották, csak hogy az egész ország viszont majdnem belepusztult. Tudja, béni kuzin, nincs válszok időnk hátra. Csak ez a dolog szegíthet rajtunk. És mi lesz, hogyha Rob elkap? Akkor visszakönyögök. De ha nem jönnék vissza, mondd meg, hogy ne jöjjelek utánam. Mondja, mi történt? Semmi, csak... Fáj. Hol van Molly? Molly beszéggel elment a tanfolyamba, és azt mondta, hogy nem jön vissza. Vagyis, hogy 2 hét múlva. 2 hét múlva? A szentszél itt. Fáj. Ha elmondod, akkor dühös lesz, és nem lesz emiatt dühös. És ha én nem lennék én Molly, akkor mi lennék én szerinted? Spinédzselnek? Én vagyok én, tudod? Emberbeletlen mozgó. Ez nem zavar téged? Hát, igazából nem. Mert meg annyit lehűlni.
holnap nehéz napra lesz. Na, jó idén. Most tudatok szivatsz, Molly elment, és miért? Fiú, megpróbálom elmagyarázni. Igaz, hogy te szereted Mollyt, de ő egy felnőtt lány, és egy felnőtt lány mindig betartja azt, amit ígér. Éppeséggel. Nem szívesen mondom, de lehet, hogy őt zakrattad. Hogy én zakratom azt a kis... Az én Mollikám, ő volt a nagy eszek esze. Miért? Lehetetlen vagyok, hogyha Molly egyáltalán megnyeri azt a tanfolyamot is. Ez miatt? Ha lehetnék esetleg egy felelős tagja, akár... Hú, ez az! Fáj! Ugye nem azt akarom mondani, amit én mondtam neked? Pontosan, és rájött vele. Gyere, megmutatom neked. Na jó, figyelj ide. Ha elmennék Daniékhoz, akkor Daniék visszajöhetnének hozzák, és akkor majd Moldinak nem kell szenvednied, amit szólsz hozzá, Tubiszám. Akár be is válhat. Menni, tegyek az bizony, és végül nyertelünk lesz. Lehet, hogy jól szok pénzünk lesz. Várjuk is elmondom. Hogy érted? Ami benne van ebben a pénztárszába, 18.000 forintba kerül. 18.000 forint! De ugye nem rabolták, hiszen mit? De hogy is? Csak éppen bröfölták. Hát persze. Várd ki a holnapot, néni. Várjuk most, mi történik? Visszatérjük a civilizációba, és úgy fogunk élni, mint a királyok. Hát azt mondják, hogy itt nincs semmilyen aranyélet. De igenis, és arra gondoltam, hogy holnap te is eljössz szépen. Holnap kollégkel nekivágunk, és addig meg nem nyugszunk, amíg Molly meg nem nyeri ezt a versenyt. Várjunk be holnapot. Csak. És ha mi van, ha nem teszünk? Mondját rá, akkor nyugodtan megkaphatjuk a holkot. Akkor én leszek a lány. Bizonyáltal fog venni. Na és mi az, hogyha csak gyere, és holnapban ki kell pihenni a holkot. Jó, elmennem nem szólom bele. Éppen közvetítési, rendkívüli közvetítési, vagyis az ügyenet. Egy közvetítési sporttartalmi, azok, ami pontosabban az jelenti, hogy ajánlja, hogy itt tetszünk olimpiás. A nevezetet közé még ki benevezett a rendkívüli adásot. Miket beszélzik? Van itt egy tolvász, aki nem beszél az magyarul. Jó, Molly, azt a következő. Na jó, mindet van szemmit. Hajjá, Molly! Épp szókolunk neked. Figyelj, miért beszél? Tudhatod, nem messzire beszélünk. Ja, bocsánat, akkor jó szulkolást? Ez... kész! Rajt! Úgy látszik, Molly, még itt csak tud úszni. Hát ez hihetetlen. Megtanulta addig, ameddig az ők nagyapától tanultak. Hékár, nem az ők nagyapát tanított. Mi csinál? Molly, gyere vissza! Oda messzi, nem vehetsz. De jó ég. Hát, azt hiszem, nyugodtan elpölkölhetünk a fekete lisztán. Hát akkor most kapaszkodj. Thank you.
Balin? Balin, mele vagy? Segítség! Sziasztok! Nincsenek ki innen! Ja, és osztogatok nektek pénzt! Tanszál ki mon? Vagyis, hogy tanszál ki mellé? Egyek, legközelebb inkább megtanulok én inkább. Melin! Jó ég! Te jó szagú ég! Úr eszik, ezben szerzően még kimaradt. Egy... Jó voltál. Megmentetted, de hogy? Mindig mondtam neked azt, hogy a klászizi vagy. Igen. És én vagyok a mennyasszony, te pedig a fejem. Nagy ég, még eljesz a eszkülmet. Juhú, megmenekültél, de hát hogy? Magyarázzatok el, mit műveltetek ott? Beszéltek. Várjuk, ugye rólam beszéltél? Igen, rólad meg rólad. Mégis miért követtek utánam? Hát, hogy legyőgöztessük. Ez kész katasztrófa. Katasztrófa, amit te mondtál? A főnök nem fog ennek örülni, miközben megtörténik ott. Mert most lebuktatok mindannyian. Kifiguráztatok engem. Szégyenítsz a helyzet. Ez nem járjon. Azt ne lehogy az én dicsőségemet elveszi más valaki, például ti ketten. Akkor ezeket kizárjuk a veszélyt. Bocsánat nekem, de kivattok. Mégis mi? Sajnáljuk, Móri. Nem így gondoltuk. Késő várat. Először is megnyel ezt a veszet, és ilyen Szlovénia. Szlovénia, ott állulják a kormány. Te tök fej. A Svájcból van, nem Szlovéniában. Leállítom. Tudni akar valamit. Mindig Molly miatt tankodsz? Hát persze, Molly miatt. Ő itt az álszokása, aha. Mondok neked valamit, gyere utánam. Hát az rémes. Hát ez meg mi? Ezt úgy hívják, hogy rétyeget csavargó. Na és miben van ez így? Ez pont maga kérdezi? Hát mi más, mint az... életösztön. Az él? Azonnal vegye le a falról maga szörnyeteg. Van be. Tudhatnád, hogy én nem veszem be. Na, sárnyalok is. Mit hívott ő? Mert cserikók. Pont szabban 10% koffein is. Várjuk csak, Molly-ból ezt hívott. Nézzek bele. Mit csinálsz, Roxy? Amit én csinálok, az napra vált ki otthon. Csű, ez meg mi? A kékebb, mint mindig. Pont a jöttel tartottam. Lehet, hogy túl sok koffein kivott. Akkor visszaítettük a koffeint. Mondd meg, pajtás, mit művelteljél Mollival? Szóval, fenyegetőzni vesz. Jó, de... Jó vagy, Merin? Teszik át a takkupáján. Hát, mint említettem, a földön baj nem le fog szenni. Ahogy mondod. Már nem találok én szavakat. Hajhó, lányok! Hé, miért itt a baszka rajtatok? Van kedved humorkodni? Hát, hát, hol voltál ilyenkor sokáig? Balellé voltam. A Travers apartban. Ott legalább állati agyon nyomtam ezt a nagy hepajt. Ja, amiben ne aggódjatok a főnök, mert szólt nekem. Na, most rögtön beszélek Mollival, de azonnal. Fáj, ne beszélhetsz Mollival. Te csak ne fekkadulj!
itt a hátam mögött. Mi ez a gúnyos víz? Tudhatnám, hogy mi folyik itt. Miért nem tudta leplezni Mollit? Ősíjanál, de majd viszonyzom valahogy. Nem kitakarok, hanem eledbét, Éti. Körbe mehet vissza a nyúzóba. Menj csak, Holt Korosz. Ne is lásszalak. Bolygó kezi gólya. Most meg hova indulsz? Megyek, és rendbe teszem a dolgot. Hát jó, akkor várlak téged holnap. Na, szia-szia. De jó ég. Megnézem ezt a rükepetyát a mindenről. Ha majd éjszem, megmutatom milyen. Molly, be kell vallanom, Molly. Molly, jössz, Susan. Elvált. Jaj, te ők. Beszélj, te többen. Molly, jaj, Istenem, nem lett volna szabad kutatnom. Molly. Jaj, mi történt? Molly, hát végre magadhoz tűnt. Mi? Te mit kezdett? Én szeretek kérdeni tőled. Ki csinált veled? Nem tudom. Csak... jaj. Annyira elájultam attól a melegtől. Lehet, hogy a meleg miatt volt. Akkor is felbiakoszítás követek. Maga nem követ semmit, csak az oldját. Egy pillanatot kérek. Szóval az egész úzászok a kamuból csináltad. Ez állati vagy, nem szemi vagy. Valami szegény kiáthaladtuk. Meni, minden rendben? Hát, ezek szerint a jó öreg Molly nem más, mint egy... sírabló, teszik. Tudod te, hogy mennyit feszhettem bele? A főnököt téged kezd. És ha lát fog találni, azonnal le fogja püfölni a fejed. Miről van szó? Jó hallotta, szerintem Hoektól tudjuk. Igaz, Hoek? Ahogy mondod. Ahogy meg az én nevem, és nem Hók. Hók van valami. Az engem nem érint. Miért csinálod ezt, Molly? Már megint a ducsiba akarsz kikötni? Figyeljetek, elegem van abból, mindig csak kémleltek utánam. Naphattanyoltak rá a témáról. Szálljaj velem, figyelmeztetlek, hogy ez az utolsó csepp a pohába. A család közé tartozol. Miket voltak itt össze? Istenként, valami nem stimmel a fejedben. Mit? Javuljunk meg. Fáj. Ellenkezően, most értem szakészhez. Azt hiszem, nektek volt igazatok. Nem tudok úszni, csak az egészet kitaláltam. Csak le akartam nyugodtatni az én volt szerelmemet, akit véletlenül fekedni adtam át. Szerelem után mentél? Hát ez hihetetlen. Halljátok, szerelmet talált, ez szerelem hihetetlen. Egyáltalán nem az, szekintetek kell. Szombaton lesz az eskü, most is úgy is mondhatjuk, hogy... holnap után. Holnap után? Halljátok, holnap után lesz az eskü? Hát akkor mi várunk? Lendeztessük meg egy rendkívülivel. Nem. Figyelj, van egy jobb ötlet, ahogy nyűgöztetjük le. Rendben van, lenyűgöztettük. Minden úgy lesz, amit te mondtál. Holnap után esküvő, szóval arra készülj. Itt hozom a szülinapi tortát. Te is készülj. Jó van, én már elkészültem mindenre. Kratott pajtás, jó megrendezted azt a bit. Köszönöm, és hálánk éljük viszont. Egy esküvő még szemelik. Azt tukálnásság. A filmét minden.
ő a nagy ászakásza, én mondom nektek. Hát hiába, engem nagyon is megrémít. Javaj mindenki a helyére. Kérok, te Krisztál, csak nem be vagy rúgva. Nem, csak az arcon szaptál, mint mindig. Oké, Molly, jöhetsz. Felszék, a lány nagyon fog örülni neked, csak szabolábban, így gyakorlatosan. Remélem, mégsem kerülök nagy lecsóban. Nyugi, már itt is jön. Egy picit tempószabban. Így jó, gyere, nem éljek rá. Fontos készen, tűzre valóban. Gyűjtünk ma itt egybe, hogy a Mollit is fel együtt. Maukrit éppessége házasztál szagányévá ígyjuk. Szeretném mondani valamit, Molly? Mondok magának valamit. Melin? Ez kván átverés. Molly nem mehet sarútra. Éppessége át akarta verni. És az a paci nem mehetett más, mint maga. A jóleg drága kuzinom. Fámia vagy. Úgy is így van, legyen Fámia. Ő maga Fámia. Ő az én főnököm. Bocsánat, de nekem most mennem kell. Ami téged érint. Sarokba szorítottuk. De kérem! Ez aras patája. Szeretném tudni. Hát azt a szelefelszék. Ő az áruló. Melin? Lenne néhány javaslatom. Mit akarsz ezzel mondani? Ezentúl bezárok téged a pincébe. Pincébe? Hé, mit csinál? Eleszen el! Na, csak nem tettük valami osztat, de igen. Azzal, hogy alkut kötöttek azzal a pasivány. Gyertek, csak már a biztonszába lettem, és hagyjátok békén Mollit. Befolytassák. Nem, fájadok. Hatály félreértésről van szó, nem vihetik el Mollit, az én lányomat. De kérlek, legalább hagyj egy picikét. Hiszen szeretnék virágot látni. Abogis. Hé, bakondul! És el ne felejtsük, ötszer! Ne, elszen, segítség! Lányom, ne menj hozzá! Hát ezek tényleg megőrültek. Szóval, felszik vagyunk, akkor mehetünk. Indulhatunk is. Na, hez, nem is innen, hez. Na, nem is innen, hez. Gondolta, hogy így akkor ez a dolog. Anulaszák. Mondhatta volna inkább, hogy Molly nem mehetett az úszóveszélyen, mert ő nem tanítak. De te egész végig hazudtál nekünk. Hát nem jól mondják, az én lányom nem tenne ilyet. Különben is, ha te nem bukkadtál fel, akkor biztosan járhatott valami tanfolyamra. Jaj, hát ezzel bőgjek. Nézd már magadra, tökre olyan vagy, mintha te Madagaszkából jöttél, vagy inkább... Pezába vagy, inkább Madagaszkári Indiából. De nem ez itt a lényeg. Miért csinálsz belőle nagy ügyet? Addig örülhetsz, hogy Molly éppessége nem járta ki a tanfolyamat. Persze, ma majd ne bőgjél csak te, vén lököd, vén majom. Ivan, engem senki nem nevezhet vén majomnak. Másrészt, ha mégis szigeteltek volna, akkor te mit csináltál volna? És ha mi van, hogyha én mertem úszni? Az elkalad rontani az én kedvemet. Nagyon sajnáltuk el. Igazán nagyon esztelen, csak attól féltem, hogy ha Molly elhagy bennünket. Te bennünket. Én hagylak el titeket. És ti nevezétek jó barátnak. Sajnálom, hogy így rejteket pazaroltam. Ég önökkel! Na jó, eléggé túl kegyetlen. Nem én voltam, hanem ő. Neki köszönhetjük, hogy végül Molly éppesig elhagy bennünket. És mi az, hogyha elveszíti? És hozzámegy ahhoz a cigány. Akkor szólok ő egy mexikói. Mexikói? Nem tudtam. Bolt tartozik, és épp eszége, csak annyit mondok, hogy el a Peru eléggé... gacsi. Nem ez itt a lényeg. Meg kell mentenünk Mollit. Mert ha nem mentjük meg, akkor öröki elhagyja Jászapát így örökre.
De az a lényeg, hogy ez szopfasz hajviszatalkat. Hiába, nem értett ezt az ország. Vétlegettem veled is, mit? Mert hogy vétlen, csak olyan játszol az időt. Szőr kis barát az ilyen. Majd Merin, nagyon sajnál, ugye hagyd már békén. Várjuk csak, mi enne, hogyha mi mennénk utána? Klassz, és hogy menni? Talán közöljük nekik az, hogy épp ezek a... Jaj, szegénység, épp elraboltak! Egy pillanat. Éni, te ezzeli vagy! Na, jösszünk ki onnét! Meg... Össze-vissza beszélek a fenébe is! Készíve, Éni! Uti szélünk, salut! Ren? Attól tartok valahogy, hogy kezdeni kell ezekkel a két lányokkal, meg azzal a tukánnal. Láthatnád, hogy ő egy áruló. Minek? Hogy minek? Hát azért, hogy minket nehogy nyakon szólszon. Várjuk, a heroinnel biztos, hogy sikert adok. Megmutatom nekik, hogy milyen fából fogtak. Majd ettől majd meglátják. Na, hogy? Lasszuk, hogy milyen megy ki a játékból. Ja, és várlak téged a kocsiban. Na de, mi ez magával? Csak tegye azt, amit szoktál. Ja, van rendben. Szóval látom őket. Lehet, hogy ezek leléptek. Nagyon reszelve. Mert mindig is azt mondják, hogy jól tett helyébe jót fáj. Kaszok! Ugyátok elinni, de láttam ott egy heroint, méghozzá sokat. Hát ez még miről beszélt? Lehet, hogy tartogat valami heroint. Ahogy ettől tartottam. Ez undorító. Olyan, mintha éppen széges viszkit innék. Heroin itt? Tehát ki tenne ilyet? Én viszont tudom, épp a széggel én tettem, hogy végül visszaadjátok a szabadságát. Ren, mindvégig te voltál az egyetlen főnöke. Jó ég, hát hová folyult az a világ? Tudtam, minket kiasználsz. Hát most már örülhettek, mert mindenki nem tudhatják meg, hogy én voltam. Kapisi? Megbocsátáltak egy percre. Na jó, Hoek, igaz, hogy te dolgoztál annak a maffia vezérnek? Bocsánat, de nekem mi közön van ez? Nézd meg, hogyha én nem lennék, akkor... Jó, lenne, bevallom. Lehet, hogy én a... Fábiának dolgoztam, tesszük, kimondtam. Ren, megértek azt, hogy mi bánt téged, de el kellett volna mondanod korábban. Nem bírtam, mert azt mondjátok, hogy én lúzer vagyok. Én nagyon bátor volt, de lehetőleg faképné hagytam. És remélhetőleg azért, mert én egy mókus fajzat vagyok, egy lökött vém rohadt patkán. Igen, én viszont nem látom. Vagy rossz az tényleg. Menni, ezt meg kéne néznünk. Ne menjek veled. Hát azért velem jelsz. Na, tényleg, meg kell nézzük, hogy mi folyik itt. Tudom, hogy vagytok ezzel, de itt valami folyvász folyik itt. És nem tudom, hogy miért. Odin, mi történt? Nem szívesen teszek róla, de Moll éppen lelépett, és még magával vitte az összes heroint. Ez eléggé kínos. Küldtem Mollit, tehát ő a mi vezérünk volt. Ez a törpe veletek van. Meg kell állítanunk Mollit, mert ha elmegy a úszómezőn, akkor elveszti az emlékezetét. Itt rád is vonatkozik. Mi? Tehát elég bajt okoztam. Hát most okozzam még egy bajt. Aki megváltozhatja az, hogy végül ne ússza meg szálazon, az te vagy, Meri. Te magad vagy. Mi is felvegyünk, azzal a képpel.
Új bizony, a géppel. Tehát hogy hozzuk vissza, hiszen eléggé bajt okoztam rátok. Mert bízzál bennünk. Mi egy családhoz tartozunk. Igen, és egy család nem hagyja el pöccsét. Igazad van. Ide egy jó kis csapat kell. Felépítsük ezt a gépet, és addig meg sem állunk, amíg oda nem értünk. Kéne valami repülőgép. Repülőgép. Megvan. Odébb tudnál valamit csinálni? Hogy egy gyártsak repülőgépet, én azért nem tennék ilyet. És elvihetnél egy pizzázió, ha te megtennéd. Jó, rendben, ahogy akarod. Szuper. Akkor még egy dolgot azért el kell intéznem. Már indultak. Azt hiszem, nem által igyekeznünk. Hát nehéz dolgunk lesz, de nem tudom, hogy ezzel tudunk repülni. Figyelsz, amikor éppen rénszalvasszal voltunk, mikor volt már az, amikor éppen széggel nem tudtunk mi repülni? Bízál bennünk. Mi igenis megmentjük őt. Ezzel is mindenkorra. Kész vagy, barátom? Majd ha elintéltem a vakot, betyárt. Önne felment az esze. Hol vagy, te piszok? Aha, hát ott vagy. Fábián, azonnal állj meg! Bennem már megint itt van. Gyerünk, mozgás! Fábián, azonnal állj meg! Aj, nem áll! Jó, akkor futok! Fogjátok meg gyorsan! Elfut! Mi ez a... Ó, te jó ég! Őszig, fogják meg! Engem nem fogsz meg, lúzer! Na tesszék! Úgy leszik remek esküvő, viszont lefújva, ugye már? Igen, persze, mondjuk úgy. Hallja, Fábián, miben szántikálsz Molly miatt? Szeretnéba tudnád, vissza akartam kapni a pénzt, ami az engem érint. Téged a vagyon miatt pályázol, ugye tudod? Fogalmaz, miben szántikálsz. Tudod mit? Mondok neked valamit. Tudod mit kapsz elét? A szék ajándékát. Jó mulatást, vagyis, hogy agyőbb tukán uraság. Ha-ho, valaki, ha-ho! Éjtse meg, drága vakondul! Azt kapok, amit engem érint. Adja át nekem a szabadságot, és akkor megfizetem az árat. Mert mi az, hogyha nem? Akkor mindenkit elpusztítok, akit szeretsz. Hogy tesszük? Nyomi. Ezt ott kikénem magamnak. Ki is kérheted? Vagy netán nem akarod azt mondani nekem, hogy igazából mennyit élek én. De azt akarod, holnapig meggondolhatod magad. De most bocsánat. De épp eszégyel, most mennem kell. Vál engemet a randevú. Te galát, ez nem muszod meg. Melyik szakasz hiányzott? No de Góliát, mi történt? Ez a dolog Fábián teljesen túl messzire ment. El kell mennetek. Tehetetlen vagyok, és oda vagyok kötözve egy gyúma miatt. Én vagyok az enikjája. Odin, vissza kell hoznunk Mollyt itt azonnal.
Ahogy akarod. Én veled vagyok. Hát, talán éteszíthetnénk a rendőrséget. Mit mondjuk nekik? Azt mondjuk nekik, ha megbordítottuk Mollit? Szóval fognak hinni nekünk. Nem kellett volna egyáltalán Mollit megszégyenítem. Hát, még az... Azt hiszem, igaza is van? Tudod mit? Így is igaz. Hát szállja róla. Nem ismerem a Mollidat, de én mondom neked, tök lesz, szeszínek leszik. Te menj a szalomba, és tomboljál, rontomajom! Jani, mit csináltam? Majd lefeldűjítetted, ez nem az én hibám. Én tudok mást hisz, nem csupán széttölni mindent. Kérdezhetek valamit? Mi van? Hoppá, bocsánat. Bocsánat, véletlenül rosszul álltam ezt a lanszélomat. Nagy hihető, nem? Rob! Szóval az egészet te fundáltad ki, szégyelheted magad, öreg apó. Öreg apó? Ez elég hihető. Nincs ala idők. Hol van most Molly? Honnél tudjam? Nem ezekhez mi közöttök van ez? Pedig tudnod. Molly csak akkor szeretheted, hogyha... Te látsz annyit a szemvédelmet. Ó, te kis hasbó. Följ! Muszint a képen. Bocsánat. Volt, hogy ilyenkor késztem. Hőha, nagy volt itt a forgalom. Tökd már ki, hogy mi történt. Lepedőzöm nektek. Félek, hogy történt valami Mollival. Molly. Ez ugyak. A nyomokra vezettek. Közi a szót, ahol még viszlát. Na, ugye mondtam. A kislány nagyon és bátor, nincs igaza, Linda? Meg hova kóborolt? Biztos valamennyire, hogy elment valamilyen küldetésre. Hagyd bazd ma emelén! Semmi értelme, pedig meg kell találnunk. Félek, hogy valami történt, ez volt még annál rosszabb. Vagy akár el is kaphatták. De neked a semmi nem történik. Te ezt tudja, ha nem érted. Látod ezt itt? Ez a plakát azt mutatja, hogy... Ó, Isten, teljesen zizi vagyok! Nyugtatva vagy. Puff, le vagy nyugtatva. Kösz. Nézd! De... Valóban meg kell mentenünk Mollit. Nem mondok neved, de igazán elköteleztél. Egyrészt jó munkát végeztél, mondom. Csak ne olyan sietve szajsz. Van nekem valami a számodra? Hehe. Csak meg gaz fiszkó. Még szépen mondom. Mit csinálsz? Molly, menekülj! Ez a gazember elvisz téged, nem igaz? Nem is szaksz. Ájjájjájjájjájj! Miket holtok itt össze-vissza? Mit le akar kaptatni téged, ugye így van, drága pajtás? Persze, hogy így van. Hogy mondod? Azért akartam lekaptatni Mollit, hogy éppen nekem költözkessen. Mert éppen szégyen át akartam enni a hatalmamat, és csak azért, mert a pénzemet akarom. Tudtam, maga nem jó ember. Hát igen, valójában túlke én nem a határt. Visszamegyek az autóba, és éppen jól érezhetem magam. Jobb készül, mint szóval. Jöjjön, most maga jön a börtönbe. Atatok, nem fog ez összejönni. Mi ez? Mi történik? Menj, nézd! El fogsz veszíteni mindenkit, akit szeretsz. Vigyázzon, mert a végét tudok kalatézni. Fogd be, kecske! A keszkére pályázol? Megkapod. Orromban. Fialolj! De kamis fedelbe megálltjuk. Még szerzel van nekem ilyen távjárítom. Nézzük csak, hogy valójában mit tudod.
Mi ez? Mi történik? Jaj, mit műveltek eltöltjük? Hiába, nem ilyen biztatárcak számítottam. Jaj, egyenes út a mennyekbe visz. Melinte tisztálos is vagy, komolyan mondom. Na, úgy mint egy ügye fogyott megint, tölölt ki. Olyan, amikor utánam jön. Hát most elhavalkám van, szóval több. Na de. Jó, Melin, de szépen állj is vissza, amíg lehet. Hiába szeretném, de... Hoppá, véletlenül nem előtt az elem. Az ég személye, add már ide. Ó, bocsi. Majd én leállítom. Ó, végre sikerült. Köszönöm, Nád. Van egy jobb ötletem. Adjö, lúzel. Ja, ne. Bármit akad a ne. Jaj. Hey! Hey, ház! Hol kerültem ide? Segítség, beleztem a körbe. Nem tudom, mi volt, de egész étvet az volt. Az bizony. És sajnálom, hogy nem mehette arra az úszó tanfolyamra. Nagy hiba volt. Lányok, ti bocsázzatok meg. Ha hallgatta volna a messzemre, biztosan jönne. Hát akkor haza. Menjünk haza szerintem. Ez tudke király, nem tudke lány. Nekem nyolsz, az is a tudke lány. De vagy úgy. És még valami, mit csináljuk ezzel a kis törvével? Szedje fel, ti kanály zabáló nyomajások, szedjetek fel, mertek. A drágja fel, tájfősz, bajos az agat. Aj, ajándéka, fogadja szeretettel! Mégis mifél? Nem szóltam. Figyusz, köszönöm, hogy megmentettél. Semmi szép volt. Tudjászok, éppen találtam neked valamit, hogy... Hát te mit csinálsz? Na, csak nem a szép szégeteik helyzeket láttam. Na hát... Pont ilyenre vártam. Hát akkor jelentem. Tehát ezek... Most is annak a monster... Várj, ne itt létszik. Oh. Oké, okay. Jöjjön már a végszín. Oh. Nektek is, hogy boldogultak? Hát, jól, végül szezmászra találtunk, és együtt nőttünk fel. Hát, ez a király. Nem láttátok Morit? Igen, ott üldögél ottan. Hát, ott most jött a sarúdról. Te, szerintem milyen kész vesz? Nem lehet igaz. Lehet, hogy Mari megúgta a válást. Ahogy mondtam, végül is csoda történt, nem? Hiába, a matykák mindig nem szoktak a talpukra eszni. Molly! Nem meguntad ezt a rúgszázt, azt hittem, hogy te úszó tanfolyamra jársz. Nem, Melin. Ellenkezőleg, most értem csak észhez. Azt hiszem, neked volt igazad. Nem vagyok jó úszó, csak... Én hazudtam neked, és épp ezért szegálom.
De tudod mit? Megleplek valamivel, ha nem gond. Valamivel? Ez a valóhabát hálom. Hát, tukánuaszák, most nézzünk szembe a tényekkel. Itt az idő, hogy szépen átútra induljak. Vissza Szent Andrásra. Pont arra. Tukán, mit akartak? Ne halagudj, de sajnos nem sikerül nyelnem ezt a versenyt, éppen ezért én kizártam. Nem úgy, én tettek róla. Nem kellett volna egy folytában hazudnom, mert nem vagy jó szólnak. De voltál valamilyen hős, aki megmentette az ő életét. Igen, rád gondoltam. Na végre, talán lehetni egy apit? Hé, ez szív vissza! Biztos a köhögtél, lehet, hogy fáj a torkod. De nem ez itt a lényeg. Van egy meglepetésem, Melindig számára. Lépjen elő, Melin Monroe. Vagyok, ő felsége. Mint a jászági nagy kampány menedzsele, ezentúl kinevezlek téged, Sir Melin Monroe. Meglepetésenként kapsz tőlem valamit, amit mindenképp elfelejtettem. Ki vele? Mi lenne az? Meg kell enned az összes füvet. Összes füvet? Úgy ez a bohózkodik. Nem bohózkodok. Nézd csak ide. Annyi fű van ott, hogy meg kell, hogy egyet. Na de hát rossz a fogamnak. Na ne bohózkodj. A nyomás. Hagyj az ördögünk ilyen. Fajta! Muszáj megennem? Kivattak téged. Azért csinálgattam, hogy végül Mollit viszont jól elszívtam. Hát igen, persze. De valójában mindenképpen csak a megkapja a mindegését. Hát... Csak itt egy megoldásom maradt. Nézzen oda! Ott ilyen kiállj! Hol? Melin? Ez meg hová tűnt? Mindegy. Még jól nem pottyant valami. Lemaradtam valamin? Hát persze. Melin éppen eltűnt. Eltűnt? Remek. Na megyek vissza a Gámbor csodálatos világába. Oké, ott kaphatsz valami szerpet. Nos, reméljük nem láthatjuk őket. Hát remélhetőleg. Hát akkor mi ketten? Ahogy mondod, szépen napfelkeltében nap nyugtáig. Átgondoltam, de mi vár itt a jövőben? Ez pillanat. Mi történt azzal a jövővel? Yeah.
gyenge basztán. Nem zavar a karma, szembetényesen iszik a zene. Higgye el nekem, ha színhadon a helyen. Találd a díva, picikét kényes. Irul a gyógyszer, nem szükséged. Egy kezeléssel megmenthetem, hogy ne legyen többé. Dupó a lupó, hogy van boldog a nullök messze. Este rába kezdve, többet nem cipelhetnél. Ide oda! Igen, csak vagyok ilyen korlátolt. Ha külön élnénk, szitborkáznak.